A képen látható narcisz hagymákat ültették el a Szekszárdi Hospice Alapítvány tagjai. Nem véletlen a virágválasztás, hiszen úgy tartják, hogy a narcisz az életet szimbolizálja. Mártonné Gangel Klára 15 éve segíti önkéntesként az alapítvány munkáját. Mi megerősített abba, hogy én ezen az úton nekem helyem van, és a tudásomat át tudjam adni, kamatoztatva úgy, hogy a betegek felé ott legyek, és mellettük legyek, és segítsek, mert nem csak fizikai segítségre van szükségük, hanem lelki segítségre, az odafigyelésre, a meghallgatásra, a jó szóra, a simogatásra. A 15 éve működő Szekszárdi Hospice Alapítvány 10 éve csatlakozott a Méltóság Mezeje programhoz. Ez idő alatt több mint 500 embernek segítették utolsó napjait méltóságos körülmények között megélni, és ezen betegek hozzátartozóit támogatták a gyász feldolgozásában. Nagy az igény az ellátásra, hiszen lassan nincs olyan család, ahol ne lenne daganatos megbetegedés. Ezt már az alapítvány elnöke mondta, aki szerint a békében való eltávozás legfájdalommentesebb körülményeit teszik lehetővé a részlegen. Gyakorlatilag itt az volt a cél, hogy legyen egy olyan hospice osztályunk, részlegünk, ahol a gyógyíthatatlan betegek életvégi ellátása humánusabb körülmények között történjen, ahol a fájdalmat megfelelő szakemberek megfelelő módon tudják csillapítani. A Tolna megyei Balassa János Kórházban a krónikus belgyógyászati osztály részlegeként egy 13 ágyas hospice részleget alakítottak ki korábban. 41 hospice szakápoló és koordinátor dolgozik a Szekszárdi Kórházban.